Mit gondolnak mindezekről az elhangzottakról? Elsősorban a két polgármesterület kérném, hogy mondják el a személyes tapasztalataikat az ő körzetükben, a Körösök vidékén, vagy a nyugati határ mentén, hogyan, mennyire fejlődik, és hogyan fejlődhetne még gyorsabban a víziturizmus. Parancsoljanak, önöké a szó. Üdvözlök mindenkit. Legelőször is egy mondattal helyre tenném az én bemutatásomat. Hadd ne polgármesterként legyek most én itt, hanem egy olyan körment szentgotthárdi polgárként, aki 60 éve a Rábán él, vagy hát a Rába mellett él. Nagy örömmel fogadjuk ezt a módosítást. Mint pedagógus ugyanazt a utat próbáltuk bejárni, mióta Rába kisebb-nagyobb vadvízi területein, amit itt tanár úrtól hallottam és láttam, csak a legnagyobb tisztelettel adózok az előtt, amit ti ott csináltok, de a délelőtti előadásban Balázs is, amiket elmondott, az teljesen egybevág azzal a gondolattal, amit mi ott nagyon-nagyon picibe próbálunk Szentgotthárdon, vagy Szentgotthárd környékén megvalósítani. Szépen, akkor nézzük, hogy mi a helyzet a keleti végeken, a Körösökön mit tapasztalnak, mennyire pezseg ott a víziturizmus, és milyen lehetőségek vannak még benne. Úgy gondolom, hogy jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, hogy vannak lehetőségeink, de jó úton járunk, hisz a Körösök azért összességében egy több mint 200 kilométert meghaladó folyórendszer, ami egybefűz bennünket nagyon sok településsel. Nagyon jó volt hallgatni az előadókat, mert megerősítettek engem nagyon sok mindenben, akár a vízivándortáborról, ha beszélünk, mert nálunk is van. És azt gondolom, hogy nagyon sokat segít abban, hogy a Körösök vidékét népszerűsítsük ennek a vándortábornak a segítségével. Egy kifejezetten úgy gondolom, hogy egyedi vándortábort indítottunk, hisz egyszerre volt kerékpáros és vízi vándortábor, ami egy plusz feladatot jelentett, mert meg kellett oldani a kerékpárról a hajóba szállást, majd újra Szarvasvárosában igazából visszapattannak kerékpárra a fiatalok. De a jármódváltás szerintem egy abszolút jövőbe mutató dolog, amely iránt kereslet lesz, és az elkövetkező évek fejlesztése is ebben az irányba kell, hogy menjenek. Hogy még egy személyes tapasztalatot beszámolok, a Sziget közben volt szerencsém, itt is van talán az ottani vízitúrák szervezője is, akikkel egy hasonló túrát tettünk meg Győr városáig leereszked, és onnan Győrből vissza lehet menni kerékpárral a túra kiindulási pontjára. Ez minél több helyen, minél jobb lenne, minél praktikusabb lenne. Én úgy emlékszem, hogy talán a Felső-Tisza vidékén is van ilyen, hogy a vízitúrázás a kerékpárral, most már ugye végig a töltése megvan a kerékpárút, azt mennyire, nem is tudom, arról nem is beszéltünk, hogy mennyire tudjátok kombinálni, mármint a vízitúrázást a kerékpárral. Kombináltuk régen, és persze megvan ennek is a sok-sok buktatója. Amikor elutaztunk egy öregtúros folyószakaszra, akkor túra elején nagyon sok mindenkit megkérdeztünk, hogy ki szeretne a célállomásról visszakerekezni. Mire megérkeztek az emberek a célállomásra, már nagyon-nagyon megváltoztak a vélemények, vagy hogyha elered az eső, akkor szintén más döntés született, mint reggel, illetve délelőtt, és ugye a szállítójármű az vagy hoz kerékpárt, vagy visz hajót, tehát akkor sok esetben hoppon maradtunk a célállomáson a sok-sok kerékpárral és hajóval. Ezért most azt csináljuk, hogy amikor visszajönnek a vízibázisunkra a vendégek, akkor van lehetőség arra, hogy megnézzék akár a Móri Zsigmond szülőházat, vagy elkerekezzenek akár a Nagybukógátig. Piszránk Zoltán, a Piszránk Kör Egyesület nevében Fűzfa Zoltán elnök, mit tapasztalnak ott az általuk, vagy általatok szervezett ilyen vízitúráknál, mennyire, ha már itt ennél a jármódváltásnál jártunk, mennyire működik, vagy működhet? Mi 2013-ban fogtunk ebbe úgy nagyobb léptékbe bele, akkor 32 biciklivel indítottuk, jelenleg 100 bicikli és 70 hajó az, amit így gurítunk. És a leglényegesebb kihasználása ott jelentkezik, amikor mondjuk árral szembe kell levezni. Tehát mondjuk a Duna átlagos esése nálunk 30 cm, de hogy megyünk felfelé, ez folyamatosan nő. Tehát Rajka térségében már 50-60 centiről beszélünk, még följebb ez még több. Tehát mondjuk Pozsonyba fölevezni az nagyon combos kihívás. Viszont föltekerni 40 km nem gond.
fölmennek, mi fölvisszük a hajókat, levesszük a trélerről a hajókat, fölrakjuk a bringákat, és visszaelveznek. Ez egy teljesen tökéletes dolog. Mi erre egy külön rendszert építettünk, több mint 20 túránk van, ami ez szerint működik. Mi ezt ökomobil túrának hívjuk. Nagyon népszerű és sikeres dolog. És akár három országot is összekötünk. A leghosszabb túránk az Hainburgig megy. Tehát a Duna mentén, a Dévényi szoroson túlról indulunk, 57 kilométert tekernek odáig, reggel 7-kor indulnak, kényelmes tekeréssel olyan 10:30-ra ott vannak, ott egy óra pihenés, kis siesta, lekerülnek a hajók, és a Dévényi szoroson keresztül, a Dévényi vár tövében, Pozsonyon át megérkeznek a Rifkötvési víztározóra, és jellemzően ott szoktak kipukkadni, ez a 40 kilométer evezés, de már ott várja őket a bicikli. Onnét még egy 13-17 bringa, este 8-kor jó esetben visszaérnek, rossz esetben már lámpafénynél bóklásznak haza. Évente 2-3 nagyon bátor, kigyúrt csapat képes erre. Hát mindez a helyi turizmus, illetve vendéglátás szempontjából ugyancsak hasznos, mert akkor aztán enni-inni bőven van energiájuk, hogy van kedvük a túrázóknak nyilván. Gondolom én, ugye? Nem hát, igen, de jellemzően viszik magukkal a kaját, tehát mondjuk a bolt számára jelent ez forgalmat, a helyi bolt számára, ahol ezt beszerzik. Nyilván a helyi bolt az fel van készülve arra, hogy az egyik napról a másikra mondjuk zsemléből 2-3-400 darabot kell szállítson, de most már megvan a kellő pék kapacitás, úgyhogy igen, mégis a puritán túrázás az ezt tartozik hozzá, nem is a luxus vendéglőbe való táplálkozás. Egyébként ugye itt a korábbi előadásokon az is elhangzott, ugye, hogy két dologért tesz meg mindent az ember, az egyik a minél nagyobb luxusáért, kényelméért vásárolja az ilyen a márkás autókat, a másik részről pedig a minél nomádabb, minél puritánabb túrázás az, amiről most itt elsősorban beszélünk, és örömmel tapasztaljuk, hogy bizonyos területeken nagymértékben növekszik, más területeken talán nem eléggé. Konkrétan a vízi túrázás azért ilyen, hogy voltak már jobb éve is. A felső Tiszán mindenképpen. Én legalábbis azt tapasztalom az elmúlt 20 évben, hogy mintha megcsappant volna a túrázók száma. Lehet, hogy ez nálatok nem így van, de mit gondoltok arra, hogy hogyan lehetne megfordítani ezt a folyamatot, a stabilizálni, hogyha nálatok ez jól működik? Ez nagyon jó kifejezés volt, hogy mintha. Ha a vállalkozók nagy többségét megkérdeznénk a Felső-Tisza mentén, ők biztos, hogy azt mondanák, hogy jaj, bezzeg a 90-es évek, milyen jó volt, akkor nem kellett semmit se csinálni, csak állni, várni, és majd jöttek a túrázók. Az idő múlása, meg a távolság megszépíti a dolgokat. Én. Teljesen megváltozott a vízitúrázóknak a szokása és az igénye. Most már nem vándorolni szeretnének, hanem csillagtúrázni. Most már nem maguknak akarnak főzni, hanem nagyon szeretik, hogyha készen kapják maguk elé az ételt. A csillagtúrának az az előnye, ugye, hogy nem kell minden nap összepakolni, hanem autóbusszal visszük őket, viszont így 2-3 folyót stílusában teljesen más folyót is meg tudunk mutatni. És azok többe kell ugye, meg az ökológiai lábnyom, ahogy hallottuk, ugye kicsit nagyobb, hogyha már benzinhajtású járművet is be kell kapcsolni, de mindegy, így érdekesebb nyilván, vagy több mindent látnak. De így akkor nem kell csomagot szállítani, és rengeteg üzemanyagot spórolunk meg ezzel. De nyilván, aki nem tudott ezekhez alkalmazkodni, ezekhez az új igényekhez, és nem tudott erre kínálatot teremteni, neki kevésbé vannak vendégeik. Szerencsére én úgy gondolom, hogy mi nem panaszkodhatunk emiatt. A Kőrösökön mi a helyzet, vagy Szent Gotthárdon? Tessék, ki szeretne előbb mondani? Mindkettő véleményre kíváncsiak. A Kőrösök azért jó, mert Magyarország szerintem nagyon sokfajta vízzel rendelkezik, és mi a csillagtúrára nem vagyunk annyira alkalmasak, de viszont abszolút látszik ott is a változás, hogy ezek a hétnapos túrák megszűntek. Hétvégére jönnek 3-4 napra maximum, és ők akkor szeretnének minél több élményt kapni, és családok jönnek, nem a régi 90-es években a nagy 20-30 fős társaságok, hanem családok, kisebb csoportok, őket kell kiszolgálni minél jobban, és az ő igényeiknek megfelelni. A Rábán, ha jól emlékszem, talán az egyetlen folyónk, vagy a sok nyugodt víz mellett talán ott van, vagy volt korábban legalábbis, ha nem is rafting, vagy egy kicsit olyan a vadvízi szakaszok is, nem? Az mennyire módosítja az igényeket, vagy a lehetőségeket, vagy mennyire kedvez a vízitúrázóknak? Szerettünk volna egy rafting próbapályát. Kiderült, hogy a nyúdóvízig nem annyira együttműködő velünk, és kiderült, hogy viszonylag kevés a víz. Ugye a Rábán
száraz időszakban nyáron 3-4 köbméter víz jön a Lapincson, ami aztán Szentgotárnál ugye összefolyik, ott pedig 5-6 köbméter, tehát a kettőbe együtt alig van 10 köbméter. Körmendnél már jobb a helyzet, mert ott jön be egy-egy oldalág, tehát ott már 12-16 köbméter is van, tehát oda mondjuk elképzelhető egy rafting próbapálya. De én szeretnék visszakanyarodni itt a gyerekekkel való foglalkoztatásra, hiszen hogyha a délelőtti előadásokat jól figyeltük, elsősorban államtitkár úrék előadását, akkor mindenkinek lejött az, hogy itt a gyerekek bevonása mennyire fontos ebbe, és ezért mondtam én az első gondolatban, hogy csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni arról, amit ott a gyerekekkel csináltok. Igenis, a gyerekek felső tagozatos, elsősorban 7.-8. gyerekek alkalmasak arra, hogy kormányosok legyenek. Persze vannak olyan szakaszok, nyilván a túron is, a Rábán meg még inkább, ahol felnőtt felügyelete nélkül ez nehezen képzelhető, de mégis a túra szervezésre és a tábor szervezésre, aki szervezett már és van pedagógus itt közöttünk vizitúrát, vagy legfőképpen téli sítúrát, vagy sítábort, az pontosan tudja, hogy a legelvetemültebb gazember gyerek is megtalálja a maga helyét a csapatba. Azért, mert félti az egészségét, félti az életét, nem akar megsérülni, és bizony a legelvetemültebb, jó értelemben mondom, nehogy valaki félreértse, legnagyobb gazember kölök is beáll utolsóként, hogyha ő érzi, hogy nem alkalmas fizikálisan és a tudásában nem alkalmas arra, hogy ő előálljon. Tehát egy vízitábor és egy sítábor a leginkább gyermeknevelő összejövetel tud lenni. Sok pedagógusnak mondtam, én 16 évig voltam az iskola, a Szentgotári Sportiskola igazgatója, és mindig összetűzésbe kerültem a tanítónénikkel és azokkal a nevelőkkel, akik hát azt nem így gondolták, hogy egy ilyen tábor alatt a gyerek az többet tanul, mint hogyha egy hónapig az iskolapadba ül, és tulajdonképpen semmit nem csinál, csak odafigyel az órára. Tehát igenis a legnagyobb nevelő hatása az ilyen táboroknak van, tehát mindenkit arra buzdítok, hogyha van lehetősége a környezetébe, akkor valamilyen módon járuljon hozzá, és segítse ezeknek a táboroknak a szervezését. Ha pedig polgármester vagy olyan önkormányzati feladatot lát el, hogy van módja és lehetősége szavazni arról, hogy a város vagy a település hozzájáruljon mondjuk gyermektáborozásokhoz, akkor csak buzdítani tudom arra, hogy hozzanak létre mondjuk egy táborozási alapítványt, amivel 10.000 forinttal hozzájárulnak minden gyerek nyári vagy téli táborozásához. Óriási segítség tud lenni. Hát és ha 10.000-nél mennyivel több horror pénzeket költenek a nagy multik vagy nagy cégek a úgynevezett csapatépítéshez, most ugye olyan korszerű felnőtt nevelési módszeret, miközben az iskolákban, vagy akár a felnőttek számára is ott van adott a vízisport, a vízitúrázás kapcsán, önmagában a tevékenység már egy nagy csapatépítés. De ha már a határ mentén, a nyugati határ mentén járunk, mennyire lehet akár a vadvízi, akár bármilyen más vízitúrázási vagy sportszervező tapasztalatokban külföldtől példát venni? Mennyire sikerül, mennyire tudják a hazai szervezők az ottani tapasztalatokat, ha ugyan van ilyen tapasztalatcsere beépíteni az itteni, főleg a szolgáltatások színvonalának fejlesztésével, vagy ezekben a dolgokban, hogy hatékonyabb legyen és több embert vonzon a vízisport, vízitúrázás. Csak egy gondolat a szlovén tapasztalatokról, ugye nekünk ugyanúgy a hármas határ, Ausztria és Szlovénia közelsége is. A szlovén sportminisztériumban például több évtizede elfogadott alapdokumentáció, hogy minden felső tagozatos szlovén gyermeknek egy héten, egy iskola idő alatt egyszer egy 5 napos táborba el kell jutni egy vízitáborba, és el kell jutni egy téli sítáborba, és ez nem lehet a hétvégén, ez csak iskola idő, tehát hétfő és péntek között lehet, és ennek a nagy részét fizeti a szlovén sportminisztérium. Hajrá, Révész Máriusz! Lehet példákat venni. Lehet a kormány elé vinni hasonló igényeket.
Természetesen Szlovénia egy 2 milliós kisebb állam, de valamiféle dotáció egészen biztos, hogy nagyot tudna lendíteni. Mi akadály van tényleg? Csak az anyagiakon múlik, vagy mi máson múlik, hogy még nagyobb számban legyenek vállalkozások, és azok még nagyobb számú hajót tudjanak mozgatni akár? Szerintem nem a hajók számát kell fokozni, hanem az igényt kell növelni. Tehát itt van az erdei iskolázás. 22 évvel ezelőtt az erdei iskolázás olyan közepesen ismert fogalom volt. 2004-re megvolt egy minősítési rendszer. Első körben 40 intézmény lett minősítve, és gyakorlatilag gyerekenként 5 illetve 10 ezer forintot lehetett pályázni, ha egy-egy minősített szolgáltatához mentek a diákok. Én azt gondolom, hogy nagyon hasonló rendszert ki lehetne alakítani. A Mavitus ebbe fontos szerepet fog vállalni, tehát egészen biztos, hogy hamarosan le fogunk tenni az asztalra erre vonatkozó elképzeléseket, és nagyságrenddel több gyereket lehetne vízre tenni, töredékköltséggel. Ugye, mert vízfelületünk óriási van, tehát minden környező országhoz képest nyugodt, túrázható víz, talán itt van a legtöbb minden irányból, ide folynak be a vizek, keletről, északról, nyugatról egyaránt. Tehát a lehetőség, a pálya úgy mondadott, ahogy Monspacsalóta szoktam mondani, a természet, vagy az erdő a legnagyobb ingyenes stadionunk, hát így a vizeink hasonlóan hasznosíthatóak lennének. Csak egy kis példa, Szigetköz önmagába több mint 800 kilométer evezhető vízi út, úgyhogy légvonalban 52 kilométer a két legtávolabb. De viszont a vitorlázás kapcsán került itt szóba az imént, hogy vajon lehet-e a Balatonhoz is szabadon hozzájutni a vadvizeinkhez, vagy a folyóvizeinkhez? Van elegendő megközelítési lehetőség olyan pont, ahol a vízitúrázók le tudják rakni, akár új és új útvonalakon, nem csak mindig a megszokott helyeken, de ugye az is szerepelt itt az egy statisztikában, hogy az új helyeket keresik az emberek, gondolom a vízen is, akár csak az erdőkben. Igen, új helyeket szeretik, de jellemzően vannak olyan csoportjaink, akik 20 éve járnak hozzánk evezni, és valószínűleg 20-szor vittük legalább a hét folyamán egyszer ugyanoda. És mindig úgy néznek rá, hogy itt még soha nem jártunk. De ez tök jó, ez nagyon jó, hogy megvan ugye az alap, de hát ez a kérdés, most ezt szeretnénk bővíteni, hogy újabb csoportokat vonjunk be, vagy azokat, akiket már elvitettek, újabb helyekre elvisztek, még több embert, ugye hallottuk, hogy a személyes szájhagyomány útján terjedő propaganda legjobb. Elhiszed nekem, hogy egy évben 80-100 túrát vezetek, és ha ugyanarra a helyre megyek mondjuk 30-szor, 30. alkalommal is van újdonság. És ugyanazt a csapatot viszem el 20-szorra, mindig tudok új történetet mondani, tudok új állatot mutatni, tudok új növényről mesélni. Mindig vannak olyan legendák, amit éppen kicsit átfésültem, és újra fognak nevetni rajta. Tehát, hogy ezzel nincs gond. Tehát, hogy én azt gondolom, az oktatási rendszerrel van egy nagyon komoly gond. Tehát jelenleg iskolák kellene, hogy jobban tereljék, vagy a nyári táborok esetében tereljék? Pontosan, tehát hogy jelenleg ez gond, hogy egy elképesztően tankönyvorientált, gyakorlattól elszakadt oktatási rendszer van. Itt elhangzott, hogy egy hét táborozás az mennyivel többet jelent, és azon megcáfollak, ne haragudjál, nem félelemből lesz ez a vagány gyerek visszafogott, hanem azért, mert hogy végre kihívást kap, és az a vagány gyerek, aki a tanárnőnek gondot okoz, és oda jött hozzám a tanárnő, hogy figyelj Zoli, a Pistikével piszkosul vigyázzál, mert az egy vadember. Na, a Pistikét fogom fölkérni, hogy ő legyen a segédtúravezető, és ő lesz a legbüszkébb, akiről kiderül, hogy az iskolában nincs motiválva. Tehát rossz helyen van év 300 napjába, de arra az egy hétre, hál' Isten, jó helyre került hozzánk, vagy hozzátok. Önismeretre nevel. Tehát igen. Lehet, hogy félreérthető volt, amit mondtam. A legjobb önismeretre nevelő pedagógiai sikerélménye lesz, és innéttől kezdve. Tehát, hogyha az iskolák, illetve most ne az iskolákról beszélünk, az igazgatók, meg a tanárok szerintem ezt fölismerik. De itt körülöttünk egy nagyszerű kommunikátor, aki rendkívül jól kommunikál az egészségügyel, és rendkívül jól kommunikál majd Marosi Zoltánnal is. És én azt gondolom, hogy el fogja tudni érni azt, hogy a vizitúrázás, akár az erdei iskolázás a nemzeti alaptanterv része legyen. Gyűl is már a jegyzetfüzetben látom gondolatban, legalábbis sok-sok újabb feladat, ami szerintem Máriusz nem erre készült, de gondolom boldogan tesz eleget. Máriusz kellően fiatal ahhoz és ambicionált, kapod hogy a feladatot rendesen. Elérje, úgyhogy... Végülis ez is a célja ennek a konferenciának, azt gondolom, hogy tényleg már eddig rengeteg jó javaslat hangzott el, és hát hogy esetleg adott esetben ütközhetnek is a vélemények, bár itt úgy látom, hogy többnyire, többékesben egyetértenek az úrak, ellentétben
az előző a sípályák, bringapályák és a természetvédelem vagy a védett területek. Meséljek a Rábáról hasonló történetet? Van ott is a vízügyel esetleg konfliktus? Kár, hogy nincsen itt képviselők, vagy van itt valaki? Openver program a Rába gát, 100 éves gátját építettük át osztrák-magyar pályázat keretébe. Leengedték a vizet, 4 méter duzzasztás van Szentgotthárdon, és kiderült, hogy a gát fölött a víz közepén van egy hatalmas sóderkupac, és a kivitelező cég a zöld hatóságtól azt kérte, hogy azt hadd tolja már bele a gát alatti töltelék részbe, hiszen az a sziget soha nem volt, vagy hát 100 éve nem volt látható, és egyébként csak akadályozza a víz lefolyását. A zöld hatóság kiment, megnézte, talált 3 szitakötőlárvát, meg még valami ízeltlábút. Szitakötőkről sokat tudok mesélni, mert a biológia szakdolgozatom a Pécsi Főiskolán az a szitakötőlárvák trahea kopoltyúinak a légzéséről szól, tehát nagyon nem tudnak falhoz állítani. Nem járultak hozzá, mert hogy azok ott éppen kelés állapotában voltak. Körülbelül 200 méter sódert kellett volna. Tehát nulla szállítási költséggel, hiszen a markoló bent állt a meder közepébe, és a teherautó oda ment volna, 50 métert megy lefelé, és beleburítja abba a gödörbe, hova kellett volna. Nem járultak hozzá, helyette Rum községből, az körülbelül olyan 40 kilométer oda hozzánk, teherautóval hordtuk oda a mosott és tisztított osztrák tulajdonban lévő kavicsot horror pénzekért és százszoros ökológiai lábnyommal. A pénzről is beszélünk. Ha ezt hallják az illetékes szakemberek, akkor innen is üdvözlöm őket. Hát nyilván az anyagi motivációk persze itt a háttérben lehetnek, most ebben ne is menjünk bele mélyen, maradjunk a dolog sport vonatkozásánál, igen? Igen, én folytatnám az előző gondolatot még, tehát hogy lenne még feladat, mert én azt gondolom, hogy ezt az óvodáknál kell elkezdeni. Tehát, hogy akár vízi, ovi szervezés, és akkor az evezős suli szervezése. Hál' Isten, a mi településenkön egy olyan tornatanár van az iskolában, aki... Testnevelő tanár, aki aktív túravezető is nyáron, tehát nyáron nálunk dolgozik, és ő a saját hajóit, az iskola hajóit nálunk tárolja, és szeptemberben az összes tesi óra, testnevelés óra, jó? Röviden test. Igen, testnevelés óra, az melegben úszás a Dunában, természetes folyóban, utána pedig evezés egészen addig, amíg alkalmas az idő. És májusban kezdve... ezt ugyanúgy elkezdik. Tehát, hogy ez a testnevelés óra része. És nagyon sok ilyen településen ezt meg lehetne tenni, csak kevés a túravezető testnevelés tanár. És akkor ettől kezdve, hogy már tudnak úszni a gyerekek, itt hallottuk egy korábbi előadótól, ugye, hogy ő a 12 éves gyerekével már úszta a Balatont, ennek ellenére mindenféle biztonsági intézkedések, hogy milyen mellénkkel, mit fogadnak el, mit nem, milyen szabályok, jogszabályok, törvények, rendeltek gátolják a vizitúrázást, amin még változtatva lehetne tovább növelni a vizitúrázók számát. Szerintem a legnagyobb vita tárgya itt a mentőmellény használat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon jó szabályozást lehetne találni a mostani helyett, ugyanis tényleg 14 éves gyerekek, akár egy szülői beleegyezéssel jó lenne, ha tudnának egy olyan vizitúrát teljesíteni, történetesen az öreg túrfolyón, ahol majdnem derékig vagy mellkasig ér a víz, és a folyási sebességet nehéz megállapítani, hosszan kell nézni a falevelet, hogy melyik irányba folyik. Nyilván a túravezető ezt meg tudja ítélni, hogy veszélyes szakasz következik-e, vagy esetleg lehet-e oldani ezeken a szabályokon. Az, hogy mentőmellényeket akarunk hajóban tartani, bevallom őszintén, nekem ettől egy kicsit borsózik a hátam, rengeteg, több száz mentőmellény forog nálunk egy szezonban, és eszméletlen módon amortizálódik amiatt, mert a 18 évesek, akik tudnak úszni, nem kell, hogy felvegyék, de kell, hogy legyen a hajóban.
Lehetetlenség a kenuban egy borulás közben gyorsan benyúlni az ülés alá, fölvenni a mellényt, becsatolni, becipzározni és úgy borulni, és ugye a mentő mellényeink állagát lehetne azzal megoldani, vagy megóvni, hogyha aki eldönti, hogy tud úszni és nem akar mentő mellényt viselni, annak ne is kelljen ott tartani. Még inkább, hogy nagyobb számú vendég jönne, vagy vizitúrázó lenne, hogyha nem lennek ezek a korlátozások. Ide hadd nyúljak vissza egy pillanatra, amit az államtitkár úr feszegetett, annak sokkal komolyabb mondani valója van, hiszen kivétel néhány testnevelő vagy túravezető, aki az bevállalja, hogy a törvényi szabályozás ellenére, itt az élő példa, csinálja és jól csinálja a dolgot, de nagyon sokan attól riadnak vissza, hogy mivel a törvényi szabályozás nem ad rá lehetőséget, be sem meri vállalni, hogy ő elmegy 8-10-12 gyerekkel, mert ne adj Isten, mi van, ha történik valami, a testnevelő tanár vagy a túravezető lesz a felelős, hiszen nem megfelelő mellénnyel, és a többi viszi. Tehát egészen biztos, hogy a törvényi szabályozást, a profikat kell meghallgatni, hogy milyen mellény kell, és hogyan kell azt leszabályozni. Nem az íróasztal mellett kell eldönteni, hogy milyen mellénynek kell lenni a gyereken. Próbáltam a többször is a külföldi példákra is utalni, hogy mit lehet tanulni külföldről, vagy hogy például ez a dolog hogy működik külföldön, erről mit tudtok? Hát általában az 50 Nm-es mellényt fogadják el vadvizen, ami az úszás segítő mellény, amivel teljesen együtt lehet élni. Tehát azt gondolom, hogy magát a mentő mellényt, a 100 Nm-es, el kéne felejteni. Maximum egy vitorlás hajón, ahol az ember kilométereket sodródik, és esélye sincs, hogy kiússzon a partra. De Magyarországon ezeken a vizeken teljesen szükség. Ez egy abszolút egyszerű módosítás, 100-ról 50-re csökkenteni. De tudnánk erre hivatkozni, hogy külföldi példákra, hogy ott másképpen persze, van? Persze, Ausztria, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, mindenhol 50. Mindenki. Ha már a külföld került szóba, most egyre nagyjából hazai turizmus szinten beszélgetünk a dologról, van-e annak akadálya, vagy vannak esetleg annak már jelei, hogy jöjjenek és jönnek ide külföldiek, de hogy még nagyobb számban jöjjenek, éppen a speciális adottságaink miatt, ami más környezetünkben levő országokban nincsen meg, mert ott inkább vadabb vizek vannak, semmint ilyen családi túrázásra alkalmasak. Hát Ausztriából jönnek át óhatatlanul, hát onnan folyik a Rába felénk, tehát az osztrákok jönnek. Gyerekek nem nagyon, tehát ott felnőtt szervezés van. Gyanafalvától, Jenesdorftól indulnak, ugye ősi magyar település. Ott van egy induló állomás, végig csorognak szépen a magyar határig, Alsószörnökig, most a államtitkár úr segítségével és a pénzek megmozgatásával ott is talán tudunk egy vízre szálló egységet a Rába mellett kialakítani, és megpróbáljuk a Szentgotthárdi túraindulás nulladik nap felvinni Alsószörnökre, és Alsószörnöknél csatlakoznak rá az osztrákok. Nem azt mondom, hogy nagy számmal, de mondjuk hetente egy-egy csapat úgy megjelenik ezen a szakaszon. Ez remek, de nem kifejezetten erre gondoltam, hogy a határon át evezni, hanem hogy teljesen más tőlünk, akár távolabb eső országból, csak azért jönnek kifejezetten ide, hiszen csónak hajó van bőven, és ez külföldön, nem tudom mennyire van ennek egyáltalán reklámja, a marketing szól erről, hogy külföld felé is ajánljuk ezeket a szolgáltatásokat. Vagy kell-e az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat, a színvonalát emelve esetleg minőségibb produkciót nyújtva, esetleg több és fizetősebb, értékesebb fizetős turistát tudnánk idehozni külföldről. Igen, amikor mondjuk megvan a túrának a fix díja, akkor teljesen értelmetlen arról beszélni, hogy külföldi fizeti ki, vagy magyar. Nem, úgy értem, hogy magasabb színvonal szolgáltatással, vagy szó esett itt arról, hogy melegételre vágynak, vagy szállás egyéb színvonal növeléssel lehetne esetleg nyugati országból is igényesebb túrázókat is ide szólítani. Nálunk megjelentek, 2-3 évig nagyon nehéz volt, tehát a 2000-es évek elején, és gyakorlatilag a legfőbb akadály az volt, hogy túl olcsók voltunk. Tehát amikor azt mondod egy... Tessék árat emelni, ezen nem úgy ég. Hát ezt csináltuk, nem teljesen legális, nem tudom, hogy hány NAV-os ellenőrizít minket. Tehát, hogy van egy árszabás az osztrákoknak, amit elfogadnak, és szívesen jönnek, és van az árszabás a magyaroknak, amit mindenki szívesen kifizet. Ennyire vicces a matek.
Aki tömegesen megjelent, ez a szlovák túrázó, ők viszont szigorúan saját eszközzel és lehetőleg nomád módon szeretnének táborozni, és viszont sok gond van velük. Tehát, milyen gondok vannak? Hozzászoktak ahhoz, hogy Szlovákiában nincs a lassú folyókon semmilyen infrastruktúra, vagy minimális, tehát jellemzően vadkempingeznek, és a vadkempingot úgy ér véget a nap folyamán, hogy elássák a szemetet. És még a mindig jobb, hogy ott hagyják a parton, mint Ukrajnában, ugye? Hogy hallottuk a PET palackhoz. Igen, csak hogy vannak olyan portálok, ahol ők hivatalosan hirdetik a magyarországi vadkempingeket kempingként, és amikor már egy szezonban mondjuk 2 hónapig vadkempingeznek egy helyen, akkor nem 2 zsák szemétről van szó, hanem 12 konténerről. És ez már gond a sziget közben is. És ez jellemzően a szlovákok, illetve néhány pesti csapat, aki azt gondolja, hogy Magyarország, ha állami terület, akkor az a mindenkié kategória, és bármit megtehetnek. Úgyhogy a sziget köznél ez egy komoly konfliktus a helyi szervezőknek is, hogy nem tudunk kikötni szép helyeken akár, nem tudunk ott fürdőzni, mert ott vannak a vadkempingesek, és miután távoztak, ott van a hegynyi szemét. Hát ennek a szabályzása, és akkor esetleg még megoldása van. Tanár úr mondott egy nagyon fontos gondolatot, hogy alapvetően megváltozott a mondjuk a 20 évvel ezelőtti, vagy 25 évvel ezelőtti igény a maihoz képest. Tehát 20-25-30 évvel ezelőtt még majdnem mindenki vadkempingezni szeretett volna. Nem volt a Rábán nem volt kiépített túrahely, táborhely. Megálltunk azon a szigeten, ami szimpatikus volt. És Budapestről nagyon sok csapat jött, főiskolások, egyetemisták. Ma már más a helyzet, ma az a helyzet, hogy szeretne egy olyan helyen kikötni, ahol megvan előre a sátorhely, tud főzni, kap bizonyos kiszolgálást, és ezekben nagy segítséget kapunk ezeknek a helyeknek, a 20-25 kilométerre lévő megálló helyeknek a fejlesztésére. Na, a felső Tiszán még ilyen probléma sincs, hiszen minden kanyarban utána ott van a homokpadot, gyönyörűen lehet sátorozni és sütögetni, bográcsozni. Én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy külföldi vendégekre kell mutogatnunk. Ez a itteni vendégeknél is ugyanúgy gond. Ki kellene alakítani egy nomád kempingezős kultúrát is közöttünk, ugyanis a mi településünkön ugyan van kemping, de van lehetőség az ártéren kempingezni. És kicsit rosszul esik nekünk szolgáltatóknak, hogy sok mindenki már arra épít, hogy nem jön be a kempingbe, a kultúrába, hanem maradott kint, hogy az égvilágon semmit ne kelljen fizetni, de zsákokkal hordják hozzánk föl a szemetet, és szöges drótos kerítésen másznak át annak érdekében, hogy zuhanyozni tudjanak. Tehát igen, szükség van egyrészt valamiféle szabályozásra, és most lehet, hogy vadat fogok mondani, hogy ahol van kempingezésre lehetőség, akkor ott a nomád kempingezők nem biztos, hogy meg kellene, hogy jelenjenek, de 2 kanyarra lejjebb pedig lehet választani azt, hogy nomád kempingezésre alkalmas parton kössenek ki, ott viszont nincsen civilizált kemping. Békésben mi a helyzet ez ügyben? Talán annyival másabb egy kicsit, hogy nem nagyon lehet megállni csak kiépített megálló helyeken, mert egyébként annyira zöld a környezet, hogy és melednek a partok, hogy vadkempingre elég kicsi az esély. Viszont biztos, hogy kellenének megálló helyek, meg az teljesen igaz, hogy azért a szemét megjelenik. És akkor államtitkár úrnak egy következőt mondok, hogy a horgászoknál van egy olyan szabályozás, hogy olyan helyre nem lehet letelepedni, ahol szemét van, mert a halőr megbünteti. Nem ülhet le pecázni, ahol szemét van éppen, ezért el is viszi magával a szemetet, mert ez valamennyire egy öngerjesztő folyamat, és ez működik a horgászokkal. Nem tudom, hogy a vízitúrázókkal kapcsolatban ez életképes-e. No, beszélj még egy kicsit a divatos új trendekről, még van 6 percünk a beszélgetésből hátra. Száppok, felfújható gumikajakok, egyéb eszközök, ezek mennyire segítik, bővítik az ügyfélkört, úgymond, vagy a vizitúrázók körét, vagy mennyire veszélyesek, vagy jelentek problémát, ki ezt hogy tapasztalja a saját területén? Megjelentek. 3-4 vállalkozó van a környezetünkben, aki ezt csinálja, de a vendégkör az jellemzően új. Tehát, hogy nem a korábbi kajakos kenusok mennek szapozni, hanem teljesen olyan emberek, akik lehet, hogy előtte nem is szálltak vízre. Tehát ez lehet akkor a fejlődés iránya akár, hogy akár ilyen plusz szolgáltatásokat nyújtva újabb kört tudunk bevonni? De nem tömeges. Tehát ez jellemzően 5-10 fős kis csoportok, és mondjuk egy szezonban látunk ilyen csapatból mondjuk
tízet. Tehát ez 50-100 ember, úgyhogy közben meg egyébként naponta van 200-300 vendégünk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon picike kis szegmens, legalábbis a Sziget közben. A Körösöken? A Körösöken is megjelent abszolút, de én inkább kiegészítő szolgáltatásnak gondolom, élménynek. Amikor megérkezik és még fürödni akar, akkor igénybe veszik, mondjuk a Békés és hajókikötőben is ugyanúgy. Van rá kereslet, de egy plusz szolgáltatásként. Igen. Még egy kiegészítés, hogy a másik véglet, amikor az ember nem magányos, egyedül megy, hanem csoporttal, tehát mondjuk 10-12 óvodásokból 20 darab is befér egy nagy Viator Mundi féle hajóba, ami egy ilyen 7 méteres kenu, elképesztő stabil, elképesztő hullámok között is, Nagy Dunán is tökéletesen működik, és totál biztonságos kerekes székeseknek is. Mentő mellény nélkül is. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet vele fölborulni. Most ilyen hajókkal teljes biztonsággal tudunk vízre tenni egész korán is embereket, tehát akár már március-áprilisban, és ugyanúgy október, akár november elején is vittünk csoportokat. Hát vannak egy nagyobb 20 személyes hajók is, én úgy hallottam Szemárobiéktól, hogy ők például ilyen, hát nem tudom, hogy túrákat szerveznek-e, majd lehet, hogy utána megkérdezzük, vagy érdemes tőle érdeklődni, hogy ezeket a nagy 20 személyes kenukat lehetne ilyen... Tessék? Sárkányhajóra gondolsz? Igen. Tehát, hogy ezek, nem tudom, ezek szerepelnek esetleg a túra kínálatban, vagy használtok, vagy ezek túl nagyok és túl, vagy kevéssé mozgékonyak ahhoz, hogy mondjuk a Tiszán el lehessen vele közlekedni? Nálunk nem csak tiszai vízi túra van. Mindig valamilyen kombinációban vannak ezek a tiszai túrázók túros vagy öreg túros hajókkal, vagy folyókkal. Már a 6 személyes hajókkal sem boldogulunk, száppal azért nem próbálkozunk, mert vagy a sekély vízállás miatt, vagy pedig a vízben lévő titkos akadályok miatt letörni az keg. Felfújható hajókkal meg azért nem, mert azt, hát keleten vagyunk, nagyon könnyű lenne leengedni, bedobni egy kocsi csomagtartójába és elvinni. Talán viszont amit én észreveszek, hogy a még kényelmesebb, elsüllyeszthetetlen tengeri kajakok, kenuk kezdenek nálunk előtérbe kerülni. Kajakkenu Szövetség konzorciumi lehetőségének köszönhetően ilyen hajókhoz tudtunk hozzájutni, és nagyon örülnek a vendégek, hogy nem azokat a hagyományos kajakokat biztosítjuk nekik, hanem a sokkal kényelmesebb műanyag hajókat, amibe pakolni sokkal kényelmesebb, és az ülés is kényelmesebb. Tehát egy másik szegmens szólíthat meg, akik esetleg nem nagy létszámban, nem csoportosan túráznak, hanem ők egy fiatal pár, mondjuk csak ketten akarnak menni, annak még a 4 személyes hajó is esetleg sok, és akkor egy vagy két személyes kajak, vagy ilyen vízi eszköz az alkalmas lehet. De kajakozni meg nem szeret mindenki, inkább szeretne kenuzni, ezért mi egyre inkább 3 személyes kenokkal szereltük fel a flottánkat, amiben 2 ember is nagyon könnyen tud boldogulni. Hát ugye a Rábán elképzelhetetlen a 4 személynél nagyobb vízi eszköz, az kezelhetetlen. De keskeny a víz. Egyrészt a sok csurgó miatt, másrészt a bedőlt fák miatt, harmadrészt pedig hát minden kanyarban van egy magas part, ami alatt van egy bedőlt fa, és rányomja a sodrás, tehát ahogy itt a tanár úr mondja, a 3-4 személyes és puha építésű hajókra van szükség a Rábán mindenképpen, tehát a PVC alapú hajók, nagyon jókat lehet ma már kapni, 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt még ez kuriózum számba ment. Ezek az epoxi gyanta, vagy pedig a műgyanta építésű kemény kenuk kezdenek kikopni, mert törnek, nehezen kezelhetők, tehát a modern technika nekünk a segítségünkre van. Hát igen, minden vízre megfelelő hajó. Nyilván ez egy szokatlan Magyarországon egyedüli meglevő talán ilyen vadvízi szakasz, ami másfajta hajókat igényel. Apropó, még az utolsó percet szánjuk arra, hogy a hardware, az eszközök fejlődése, fejlesztése, karbantartása, fenntartása milyen irányba megy. Hallottuk itt, hogy milyen új anyagok lépnek be. A hagyományos kenuk, ezek a 3-4 személyesek, ezek viszik a prímet továbbra is, vagy milyen trendeket láttok? Nálunk a nagyobb hajókra abszolút jó esély van, tehát a szigetközi ágrendszer az tökéletes 12-es hajókkal is, tehát ezzel nincs probléma. De nagyon lapos orruak, tehát hogy fák akadály alatt is tökéletesen lehet vele közlekedni. Gyakorlatilag a kajakok azok, ahol megjelentek ezek a polietilén puha hajók, kettesekből van jó néhányunk,
kedvelik az emberek. Nagyon szépen köszönöm, ha esetleg valakivel még szorult mondani való, nyugodtan mondja. De az erre a vitára, vagy erre a kis kerekasztal beszélgetésre szánt időnk éppen lejárt. Javaslok egy konzultációt esetleg Szemán Robival a sárkányhajók irányába, ezt mindenki másnak is javaslom. Mostantól a tiétek a terep, már úgy értem, hogy az egymás közötti úgynevezett networking beszélgetésekre. Köszönöm szépen a türelmet és a figyelmet a nézőknek is. Köszönjük!